Jó estét kívánok a 60-i Városi Televízió nézőinek! Önök a kommentársoron következő adását látják. Mai műsorunkban célkeresztben a Magyar Kultúra Napja, január 22-én hétfőn este 6 órakor tartják 60-ban ezt az ünnepséget. Rendhagyó módon most egy nagy rendezvényt tartanak. Ennek kapcsán hívtam meg mai három vendégünket a kulturális élet területéről. Tisztelettel köszöntöm Önöket a stúdióban, Sinkovics Erika, Ady Endre könyvtár igazgatóját, jó estét kívánok! És jó estét kívánok! Márkus Mariannát, a 60-i Lajos Múzeum igazgatóját, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És a Valló Ede urat, a Grassalkovics Művelődési Ház igazgatóját, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Bevezetőmben elhangzott, hogy most egy nagyszabású rendezvényre kerül sor, de talán tisztázzuk ezt az ünnepet, hogy mi ez. Mi ez a Magyar Kultúra Napja, mit lehet erről tudni mi január 22-e? 1989 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját január 22-én, abból az alkalomból, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a himnusz írását, és egyben a himnusz születésnapját is ünnepeljük, és 89 óta a magyar kultúrát ezen a napon. Úgy gondolom, hogy ez egy méltó nap a magyar kultúra ünneplésére. Ugye eddig az volt a hagyomány a városban több évig, hogy színes programkavalkáddal várták a látogatókat, és hát megosztotta a közönséget. Vagy itt nem volt elég a közönség, vagy ott nem volt elég közönség, vagy négy napon keresztül kellett tartani, hogy mindenhova eljussanak. Ez szülte azt a koncepciót, hogy most egységben az erő, tehát egy kulturális rendezvény lesz összefogással. Igazgatóasszony, hogyan értékeli ezt a döntést? A 2017-es évben mi rendszeresen tartottunk egyeztetéseket a kulturális intézmények vezetőivel, és akkor született az az elhatározás, hogy próbáljuk ki, milyen az, amikor mi összefogunk, és egy nagy rendezvényt közösen megszervezünk. Így először az ötlet született meg a fejünkben, és utána ez megvalósításra került, és ennek az eredménye a hétfői Mészáll koncert. Ugye összefogásban az erő az, hogy a kulturális intézmények között jó a kapcsolat, ez nem vita tárgya. Annak ellenére minden intézményrendszernek megvan a saját profilja. Nyilván mindenki a saját területén is gazdag műsorokkal rukkol elő, lásd programfüzet, de ez a Kultúra Napja tényleg megkívánta, hogy inkább egy nagy rendezvény legyen, és ne kelljen az embereknek állást foglalni, hogy hol vesz ezeken részt. Művelődési ház állásfoglalásáról mit lehet tudni? Nagyon régen beszélgetünk erről a témáról, ugye, hogy lenne a legméltóbb igazából a Magyar Kultúra Napja megünnepléseit 60-ban, és az elmúlt évek szoros együttműködése, mondhatom, a kulturális intézmények között csúcsosodik ki most ebben a rendezvényben, amit korábban is kezdeményeztünk már, de úgy láttuk a legjobbnak, hogy tényleg minden szempontból és minden energiát belefektetve így lehet a legméltóképpen megünnepelni nekünk egyik legfontosabb rendezvényt a kultúra területén dolgozóknak. Elhangzott már egy mondat erejéig, hogy a Misztrál ad majd egy nagyszabású koncertet ezen a programon, akkor kérem igazgatóasszonyt arra, hogy beszéljen erről az együttesről. Igen, úgy gondoltuk, hogy mivel egy kultúranapi rendezvényt szervezünk, ezért próbáltunk olyan előadót hívni és keresni, aki méltó módon tudja a magyar kultúrát képviselni, és a Misztrál együttesre esett a választásunk. Nem ismeretlenek előttünk, hiszen már jártak a városban több alkalommal. Nagyon népszerűek országszerte, és országhatárainkon túl is rendszeresen koncerteznek Amerikától Erdélyig. Több mint 13 CD-jük jelent meg, tehát egy 20 éve működik ez a zenekar. A repertoárjukban magyar és külföldi költők verseinek megzenésítését hallhatjuk, illetve népdalfeldolgozásokat. Nagymaroson rendszeresen fesztivált tartanak a nyári időszakban, tehát úgy gondolom, hogy olyan színvonalas előadásra készülhetnek a 60-iak, amely méltó lesz a Magyar Kultúra Napjához. A Magyar Kultúra Napja nyilván a himnusz születésnapja is, azért elmaradhatatlan, hogy ez elhangozzék ott az eseményen.
Így van, tehát mivel a himnusz születésnapja, úgy gondoltuk, hogy a himnusznak el kell hangzania ezen az esten, ezért megkértük a Bajza Gimnázium egy diákját, Rémán Barbarát, aki nagy örömmel vállalta ezt a megtisztelő feladatot, és január 22-én a közönség a himnuszt, Kölcsey Ferenc himnuszát hallhatja Rémán Barbara előadásában. A helyszínről, az időpontról még nem hallottunk, invitáljuk akkor a televízió nézőket, hol kerül sor erre a Magyar Kultúra Napi Rendezvényre, igazgatóasszony. 2018. január 22-éről beszélünk, ami hétfő, és 18 órakor a kastély dísztermébe várjuk a kedves látogatókat. Tehát akkor nem csak a műsor lesz impozáns, hanem a körülmény is. Hagras Rakovics kastély dísztermében este 6 órakor, és ez is egy ingyenes rendezvény. Egyébként a programfüzetben nyilván, akik lapozgatják, megtalálják ezt a programot a programok között, de a külön plakáton és különböző hírportálon azért hirdetjük. Várjuk kedves nézőinket nagy szeretettel a Magyar Kultúra Napján, január 22-én este 6 órai kezdettel a Grass Rakovics kastély dísztermébe. Beszélgessünk a kulturális élet területéről. A Magyar Kultúra Napja is lehetne ugyan apropója, hogy egyesével minden intézmény elmondhassa az elképzeléseit az idei évről, amit terveztek. Nyilván tudjuk, hogy még a költségvetés tárgyalása zajlik, de tervek nélkül nehéz költségvetést tárgyalni, és azért megvannak azok a jó kialakult irányvonalak minden intézményhálózatban, amit meg itt szeretnének valósítani, vagy kívánnak folytatni. A könyvtára tekintetben egy örömteli hírrel is tud szolgálni, nagy feladatok előtt áll, igazgatóasszonynak adom meg azt az örömöt, hogy az ön szájából hangozzék el mindez, ne az enyémből parancsolja. Igen, az Ady Endre könyvtár az idei évben egy örömteli hírrel indította az évadot, hiszen 60 város önkormányzata visszaköltözteti az Ady Endre könyvtárt a Kossuth tér épületbe. A visszaköltözés előtt az épületünket fel kell újítani, és a felújításnak az előkészületei zajlanak, tehát a tervezési munkálatok, átgondoljuk az építészekkel, az önkormányzat munkatársaival, hogy hogyan és miként tudjuk ezt a legjobban, és a legegyszerűbben, és a legkisebb munkával, és a legolcsóbban megoldani. Ezek a megbeszélések és munkálatok zajlanak, és ha minden jól megy, akkor a jövő évben visszaköltözhet a könyvtár a város főterére egy méltó, megújult környezetben. Akkor teljesen a város szívében lesz újra minden alma mater, minden kulturális alma mater, amely valamit ad a közönségének. Akkor gondolom, ennek már örülnek az olvasók is, hiszen már az a hír publikus. Így van, az olvasóink is nagyon örülnek, de mi könyvtárosok is. Én úgy gondolom, hogy mindenki, aki 60-ban a kultúrát és azon belül az Ady Endre könyvtárat szereti, ismeri, az mind örül ennek a hírnek, és úgy gondolom, hogy a város minden lakója örül ennek a hírnek. Az Ady Endre könyvtár mindig is igyekezett a város minden lakójának szolgáltatni, mint könyvtár is, és mint kulturális intézmény is. Különböző programokat szervezünk, vannak már több évtizede futó hagyományos rendezvényeink, tehát mindig megünnepeljük a könyves rendezvényeket, úgy mint az ünnepi könyvhetet. Mindig megünnepeljük az országos könyvtári napot, amely egy országos szakmai rendezvénysorozat. Mindig megüljük a költészet napját, ilyenkor mindig egy héten át verset mondunk és szavalunk. Igyekszünk a különböző országos jubileumokhoz, évfordulókhoz is csatlakozni. Az idei év Mátyás király évfordulójának szenteljük, tehát lesz olyan rendezvényünk, amely Mátyás király kapcsolatos, de folytatjuk a Neves Hatvaniak nagy sikerű beszélgetés sorozatainkat is, hívjuk oda is a vendégeket, tehát az épületnek a tervezése és funkciójának átgondolása mellett azért folyik a könyvtárban a mindennapos munka, a kölcsönzés, az olvasók kiszolgálása és a kulturális programok szervezése. Tehát mondhatjuk, hogy 2018 a tervezés éve, és 2019 pedig a megvalósítás éve, mármint ami a könyvtár fizikális jelenlétét tükrözi, szellemi tevékenységében és kulturális adottságaiban viszont a kínálat töretlen és folyamatos.
Így van, így van. Én bízom benne, hogy az olvasóink is várják már ezt a nagyszerű eseményt, amikor az Ady Endre könyvtárban átvágjuk a szalagot, és onnantól kezdve a város főterén mindenki méltó helyén és méltó környezetben vehet igénybe a könyvtár minden szolgáltatását. Méltó helyen és új köntösben is, úgyhogy biztos, hogy így lesz, úgyhogy jó munkát kívánunk ezekhez a kalandos hónapokhoz. Köszönöm szépen. Igazgató úr, Grassalkovics Művelődési Ház is egyéni paraméterekkel rendelkezik, ebben az évben, 2018-ban viszont örömteli híreket kapott. Mi is örömteli hírt. Halljuk ezt az örömteli hírt. Évet. Hát egy hosszas előkészítő munka, egy 2016-os pályázatról beszélünk, a Kulturális Intézmények a Köznevelés Eredményességért című EFOP pályázaton. Pályáztunk 2016-ban, aminek most január első hetében kaptuk meg az eredményét, miszerint 30 millió forinttal támogatják intézményünket ennek a programsorozatnak a megvalósításában. Ez elsősorban óvodások, általános iskolások és középiskolásoknak szóló programok, rengeteg programelemmel, táborozásokkal, színházi előadásokkal, múzeumlátogatásokkal az ország különböző területein, de hagyományőrző órákkal, protokollfoglalkozásokkal középiskolásoknak, múltunk nyomában történelmi helyszínek bejárása. Szóval rengeteg programelem van benne, mint egy 1100 gyereket fogunk 18 hónap alatt programhoz juttatni ebből a 30 millió forintból, és nagyságrendileg 80 programot fogunk megvalósítani ezekkel az oktatási intézményekkel. Mikor veszi kezdetét a pályázat megvalósítása? Mert jelenleg a szerződéskötésnél tartunk, igen. És ha minden jól megy, akkor februárban is tudjuk is indítani a programsorozatot. Jövő hónaptól. Ha jól értettem, vagy jól emlékszem, 18 hónapon keresztül. 18 hónapon keresztül, így van. Két nyár van benne, két nyári táborozás van általános iskolásoknak benne, ami teljesen ingyenes lesz, majd az együttműködő intézményekbe járó diákok részére. Szóval egy nagyon komplex programsorozat. Úgyhogy ezzel indítottuk az évet, éppen most vagyunk túl az első hiánypótlások beadásán és egyebeken, úgyhogy a szerződéskötés már csak aláírásra vár. Hozzájönnek az események is. Így van. És a kulturális programok tekintetében azért hát nagyon, az sok, nagyon sok egyéni profilja van, tehát mondjuk a Jam Garden, vagy éppen a Mese Fesztivál, ami konkrétan tudjuk, hogy a Művelődési Ház nevéhez kötődik van, az ilyen olyan rendezvények. Már államszintjén vannak, majd már azért zajlanak a tárgyalások, és mondhatjuk a nézőknek, hogy ezek a programok töretlenül maradnak. A programok töretlenül maradnak. Ugye az egyik, amiről beszélni akartam, az a Népmese Fesztivál, amit tavaly kezdtünk el együttműködésben a Galgamenti Művészek Egyesületével. Ez egy kiemelkedő országos programnak indult tavaly, és a Hagyományok Háza támogatásával sikerült tavaly megvalósítanunk. Idén még több együttműködő partnerre számítunk. 4 pályázat van folyamatban ezzel a Népmese Fesztivállal kapcsolatban. Ez az biztos, hogy június első hetébe kerül megrendezésre. Várjuk a pályázatok eredményeit, attól függően tudjuk tovább bővíteni a programot. Lehet, hogy csütörtöktől vasárnap fogtok tartani, tehát hogy 4 napig fog tartani. És egy kiemelkedő, a hagyományos élőszavas népmese mondásra építő, de egyéb népi hagyományokat őrző rendezvénysorozatról van szó, ami országos jelentőségű. Igazából ilyen népmese fesztivál nincsen az országban. Azt gondolom, hogy ilyen helyszínen pedig pláne nincs, mint a Grassalkovics kastélynak az udvara és a díszkertje, van a Nagy Endre rendezvényterem. Úgyhogy ez egy kiemelkedő feladat, és azt gondolom, hogy kiemelkedően jó rendezvény lesz. Folyamatban van, utolsó simításokat végezzük a programon, és mellette ugye készítjük elő a május 1-i rendezvényt, ugye, ami hagyományosan a városi civil szervezeteknek az egyik legnagyobb bemutatkozási lehetősége. Készítjük elő a főzőversenyt is szintén, ami tavaly már 40 csapattal voltunk, ez évről évre egyre magasabb színvonalon működik, idén is újdonságokkal készülünk ide is. Valamint hát ugye a Jam Garden a 3 hónap, amit szintén pályázatot nyertünk rá, a Nemzeti Kulturális Alapprogramtól 2 millió forintot nyertünk a hangfoglaló programon keresztül a Vidéki Klub támogatásban, tehát bekerültünk egy olyan országos szervezetbe, egy országos klubhálózatba, ami mind fellépők tekintetében gazdagítja majd a programunkat, mind anyagilag támogatja a programunkat, mind pedig szakmailag kapunk olyan segítséget, amivel még magasabb színvonalat
színvonalúvá tehetjük ezt a rendezvénysorozatot. Tehát akkor nyugtázkodjunk. Igen, meg egy-két dolgot meg tudok súgni a Jam Gardennel kapcsolatban. Az egyik, ami biztos, hogy jön az idén, 30 éves lesz a Csík zenekar, ők biztos, hogy megint jönnek hozzánk. Valószínűleg a Jam Garden Paja Beának a nagy koncertjével fogjuk nyitni, valamint ha minden jól megy, akkor idén a Twin Beach el tud látogatni 60-ban. Hát akkor igen, színvonalas előadókat köszönhetünk majd itt a városunkban. Aztán természetesen folyamatban vannak a szervezések, úgyhogy így van ez, kedves nézőink, egy-egy ilyen rendezvény bőfél évvel a megvalósítás előtt már tárgyalásokat kell, hogy elindítson maga előtt, úgyhogy fáradhatatlanul dolgoznak a kulturális intézmény vezetői, hogy minél izgalmasabb és tartalmasabb programokkal örvendeztessék meg a 60 belátogatókat, illetőleg hát természetesen az intézmények belátogatókat is. Igazgatóasszony, a Magyar Kultúra Napja mellett számos kulturális programba becsatlakozik egy integrált intézmény. Ugye tudjuk, hogy a múzeum, mint ismert intézmény, így hangzik el általában, de ide tartozik a Turinform iroda, ide tartozik a Serfőzte, az integrált könyvtár, illetőleg hát a 60 Lajos Múzeum, tehát ez egy négyes fogat, ugyanakkor pedig párhuzamban tárgyalásokat kell folytatni a többi kulturális intézménnyel is. A múzeum hogy csatlakozik be a kulturális életbe? Egyébként így évek vagy hónapok folyamán. Az elmúlt napokban értünk végére a tavalyi év statisztikáinak az elkészítésére, és mi is meglepődve tapasztaltuk azt, hogy amit a számok mutattak nekünk. A múzeumban is, és a rendezvényeinkre is több ezer ember érkezett. Tehát több ezer 60-it, és ide látogatót vonzanak a rendezvényeink is, kiállításaink is. Tehát ez egy visszaigazolás, hogy az út, amin járunk, az jó, és folytathatjuk ezt az utat, akár a múzeum tekintetében, és a Turinform iroda tekintetében pedig nem is beszélve, hiszen ez egy most fejlődő területe a városnak, ugye kiemelkedően fontos, és el kell mondanom, hogy ez is egy együttműködés keretében, ugye a művelődési házzal egy országos turisztikai konferenciát fogunk rendezni márciusban. Tehát ez is a kultúrához, illetve a kulturális turizmushoz kapcsolódik, mert magának a konferenciának is ez a témája, és a címe is, talán igazgató úr megerősít ebben. Így van, ezen ez elég sokat dolgoztunk. Igen. Úgyhogy ez is egy közös projektje a két kulturális intézménynek. Azonban arról is kell beszélnünk, hogy intézményünkben működik ugye a helyi értéktárbizottság. Már beszéltünk önnel arról, hogy novemberben kibővítettük a helyi értéktárba felvett helyi értékek számát, és akkor előrevetítettünk egy januári ünnepélyes rendezvényt. Ennek az ünnepélyes rendezvénynek már megvan az időpontja. Január 31-én 15 órakor várjuk a kedves érdeklődőket. Ezen a rendezvényen ünnepélyes keretek között a beadvány elkészítői, illetve a helyi érték tulajdonosai díszoklevelet fognak kapni, és egy kis kulturális műsorral kedveskedünk az ott lévőknek. Ez az értéktár nap, január 31, délután 3 óra, ez egy szerdai nap, igaz? Így van. És igaz, hogy kultúra, de ha 60 Lajos Múzeum és integrált intézmény, beszélnünk kell a 60 sörről is, ami szervesen kapcsolódik a 60 kultúrához, része ennek. Ebben is előre haladott tárgyalásokat folytatunk már, hogy nyárra valami különlegességgel lepjük meg a 60-iakat. Többen jöttek hozzánk, hogy csak ez a három íz nem lehetne fejleszteni. Nos, szeretném elmondani, lehet, úgyhogy mire eljutunk oda az időjárásban és az időben, hogy már
szívesebben és többen fogyasztják a sört, akkor már lehet, hogy egy új ízzel is kedveskedhetünk majd a 60-iaknak. Hát nagyon köszönöm mindhármuknak az érdemi beszámolót. A példaértékű, szerintem mondhatni országosan is példaértékű jó együttműködéshez kívánok továbbiakban is sok sikert, ugyanilyen töretlen kalandokat, és ugyanilyen eredményeket, amelyekről most beszámolhattunk. Természetesen a tévénézőket folyamatosan fogjuk tájékoztatni, mindarról, ami az egyes intézményekben is majd zajlik. Folyamatosan tájékoztatjuk önöket a rendezvényekről, a programokról. Most a mai célkeresztben a Magyar Kultúra Napja volt, és az körülbelüli 2018-as program. Én köszönöm szépen mindhármuknak, hogy itt voltak, elfogadták a meghívásunkat, és kívánok önöknek nagyon jó egészséget, boldog új évet és eredményeket. Köszönjük szépen. Kedves nézőinknek pedig köszönöm a figyelmét, legközelebb új adással, mához egy hétre jelentkezünk újra. Addig is kívánok önöknek minden jót, vigyázzanak egymásra és önmagukra is. Viszontlátásra!